Vadászfelvonulással, férfi kórussal és ökumenikus istentisztelettel kezdődött el vasárnap délután Vásárosnaményban az Egy a természettel vadászati és természeti világkiállítás 3 hetes vidéki programsorozata. Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes, a rendezvény fővédnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy a vadászat örökség. A fenntartható vadászat nélkül nincs természetgazdálkodás. Sem erdő, sem mezőgazdaság, sem vadgazdálkodás. Gondoljunk arra, hogy mondjuk egy vaddisznó koca minden évben ellik 5 malacot. Ez azt jelenti, hogy ha abból 2 nőstényivarú, akkor a következő évben már 3 koca lesz, ami már 15 malacot ellik. És hasonlóképpen van a szarvasnál, minden tehén ellik egy borjút. Tehát következésképpen, ha korlátlanul szaporodna a vadállomány, akkor pillanatokon belül elpusztítaná az erdőt, és ezzel a saját életterét is. Ha nem volna vadászat, beláthatatlan konfliktus lenne a gazdákkal, az agráriummal. Erre nem válasz az, hogy akkor egyáltalán nem kell vad az erdőbe is a mezőre, mert a vad nem jövevény, nem valamilyen elemi csapás az erdőn is a mezőn, hanem a természet rendje szerint nincs erdő vad nélkül, és nincs normális mező vad nélkül. Tehát ahhoz, hogy az erdő is a mező, az agrárium egyensúlyban tartható legyen, ahhoz fenntartható vadászat kell. Az Egy a természettel vadászati és természeti világkiállítás 3 hétig tart. A vadászati rendezvény másodlagos célja, hogy a kiállítás megrendezése után is fennmaradjanak olyan múzeumok, ahol speciális és egyedi tárlat keretében ismerkedhetnek meg a látogatók a vadászattal, annak értékeivel és a természet örök törvényeivel. Vásárosnaményban vasárnap egy 600 négyzetméteres tárlatot nyitottak meg. Tilki Attila, a térség országgyűlési képviselője szerint, az Isten azért bízta ránk a földet, hogy megőrizzük és gondozzuk. Fontos azonban, hogy a két tevékenységet ne cseréljük fel. A vadászat az olyan, mint a kertnek a kertész. A vadász az erdőnek olyan, mint kertnek a kertész. Lubi Margita, Szatmári Lubi Géza, országgyűlési képviselő lánya, az első magyar néprajzosunk azt írta egyébként az egyik művében, a Bába lelte babonában, és a babona szót most cseréljük ki a múltra, és cseréljük a vadászatra. Azt írta, hogy olyan, mint az erdőnek az aljnövényzet. Ha kiírtjuk, akkor nem beszélünk erdőről. A vásárosnaményi vadászati kiállításnak az is célja, hogy a fiatalok kicsit fordítsanak hátat a számítógépnek és a virtuális valóságnak, és legyenek minél többet a természetben.